Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy az évvégi ünnepek idején sok más szolgáltatóhoz hasonlóan az E.ON is önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdet lakossági ügyfelei körében. Ez az idén annyiban változik, hogy ennek a moratóriumnak, ennek az önkéntes kikapcsolási moratóriumnak a hossza az majdnem kétszer olyan hosszú lesz, és ez részben a jelenleg bevezetett veszélyhelyzet miatt született döntés, ugyanis ezzel az önként vállalt kikapcsolási moratóriummal szeretne az E.ON Hungária csoport hozzájárulni az ünnepekhez, hogy az adventi, majd a karácsonyi és a szilveszter körüli időszakban minden lakossági ügyfelet számára biztosított legyen a villamos energia ellátás. A kikapcsolási moratóriummal az ügyfeleknek nincs teendőjük, az automatikusan életbe lép minden érintettnél. Ugyanakkor az intézkedés időtartamára érdemes mindenkinek odafigyelnie, a meghosszabbított periódus november 28-ától 2021. január 8-áig tart, előtte és utána kikapcsolhatják a szolgáltatást áramdíjtartozás esetén. A jelenlegi járványhelyzetben még többeknek jelenthet nagy segítséget az intézkedés, többen kerültek ugyanis nehéz helyzetbe az elmúlt hónapokban. Az volt a tapasztalatunk, hogy valamelyest romlott az ügyfeleknek a fizetési hajlandósága. Nyilvánvalóan elsősorban azoknál az ügyfeleknél, a családoknál, akik a vírushelyzet miatt nehéz helyzetbe kerültek, de ez nem volt tömeges mértékű, és még most sem az. Tehát, hogyha valaki fizetési nehézségbe ütközik, akkor tényleg arra kérjük, hogy ne várja meg a felszólító levelet, a kikapcsolási értesítőt, hanem minél hamarabb jelezze azt az ügyfélszolgálat számára, és megpróbálunk közösen vele egy olyan részletfizetési konstrukciót kidolgozni, amivel elkerülhető a kikapcsolás, és biztosítható számára az, hogy a tartozását rendezni tudja. A kikapcsolás felfüggesztése a nem lakosság, illetve más energiakereskedővel szerződésben álló ügyfelekre nem vonatkozik. A megyénkben is szolgáltató társaság egyébként online platformjait ajánlja az ügyintézésre, amelyeken szinte minden ügytípust el lehet intézni. Ügyfélszolgálataikkal megfelelő biztonsági óvintézkedések mellett továbbra is nyitva tartanak, viszont azok, amelyek eddig este 8 óráig fogadták az ügyfeleket, már 19 órakor bezárnak, hogy mindenki hazaérjen a kijárási tilalom kezdetéig.